az Észak-Karolinai Charlotte Egyetem viselkedés és olvasásfejlesztési központjának ismertető filmje. A viselkedés egységes támogató tanításáról. Hogyan valósul meg a viselkedés támogató tanítása iskolai szinten? Ha egy gyermek nem tud olvasni, megtanítjuk. Ha egy gyermek nem tud számolni, megtanítjuk. Ha egy gyermek nem tud írni, megtanítjuk. Ha egy gyermek nem tud viselkedni, megbüntetjük. Miért nem tanítjuk meg inkább ezt is? Fontos, hogy a gyermekek a tananyag mellett a helyes viselkedést is elsajátítsák. Ahogy megmutatjuk, hogy hogyan legyenek sikeresek tanulmányaikban, úgy a helyes viselkedést is meg kell tanítani. Az egyes tantárgyaknál elmagyarázzuk, hogy mit kell tenniük, elmondjuk az elvárásainkat, és megmutatjuk nekik, hogy hogyan lehetnek sikeresek. A viselkedést ugyanígy meg lehet tanítani. A viselkedés egységes támogató tanítása, azaz a VIT programmal a gyermekek elsajátítják a helyes viselkedést. A viselkedés iskolai szintű tanítása 4 részből tevődik össze. Egységes pozitív hozzáállás a viselkedés tanításához. Az iskolai szabályokban lefektetett egységes és világos követelmények, melyeket gyakorta ismételnek. Egységes pozitív segítő fegyelmezés a szabályok megsértése esetén. Végül egységes csapatmunka a felmerülő magatartás problémák megoldására. Ha a tanárok a gyermekeknek sokszor elmondják a helyes viselkedési szabályokat, és gyakran megerősítik a pozitív viselkedés mintákat, jóval kevesebbszer fordul elő fegyelmezetlenség az osztályteremben. Amikor interjúra jöttem az iskolába, először azt tűnt fel, hogy rend van. A gyerekek fegyelmezettek voltak, és libasorban mentek a folyosón. Az ebédlőben és a büfében még jobban elcsodálkoztam. A más iskolákban szerzett korábbi tapasztalataimmal ellentétben a gyermekek visszafogottan beszélgettek, és itt is rend uralkodott. Igen, ez volt a legjellemzőbb. Jóleső érzést töltött el, hogy ebben az iskolában fogok tanítani. Úgy éreztem, itt a helyem. Ég és föld volt a különbség. Korábban 14 évig tanítottam New York-i állami iskolákban. Most már tudom, miért volt ott akkora fejetlenség. Minden tanárnak megvoltak a saját szabályai, de nem léteztek egységes iskolai rendszabályok. Utólag úgy gondolom, ennek is köszönhető, hogy oly sok viselkedési zavarral és fegyelmezetlenséggel küzdöttünk. A tanteremből kilépve ugyanis nem voltak egységes iskolai követelmények, csak tantermen belüli szabályok léteztek. A VIT iskolákban egységes viselkedési rendszer van. A gyermekek a tantermekben és a tantermen kívül is tisztában vannak a követelményekkel. A program legnagyobb előnye az, hogy az egész iskola ugyanazokat az elveket vallja. Legyen tornaóra, rajzóra, vagy bármilyen más tanóra. A rendszabályok ugyanazok, és a következmények is egységesek. Ez nagyon jó a szülőknek, de az egységes szabályok a tanárok munkáját is megkönnyítik. Készen kaptam egy rendszert. Az alaposan kidolgozott rendszabályok segítségével megtaníthattam a gyerekeket a helyes viselkedésre, hogy megtegyék, amit kérek tőlük. Így az osztályteremben hatékony munka folyt, amelyet nem zavart meg fegyelmezetlenség. Lehetett tanítani. Ettől tartottam leginkább, amikor pályakezdőként tanítani kezdtem. Nem tudtam, hogy kezdjek neki. Amikor idejöttem, már volt egy kidolgozott rendszer. Nem kellett törnöm a fejemet azon, hogy kialakítsam a szabályokat. Csodálatos volt, és nagyon sokat segített az osztálytermi munka megszervezésében. Szerintem a VIT nagyon jól bevált ebben az iskolában, mert a gyermekek jobban elfogadják az egységes és nagyon következetes rendszabályokat.
A VIT pontosan ezt biztosítja. Azok a tanulók, akik itt vannak a program beindítása óta, tisztában vannak a szabályokkal, és azok megszegésének következményeivel. A tanárok igyekeznek helyesen beavatkozni. Annak, hogy ez ilyen jól működik, részben az az oka, hogy a szülők támogatják a tanárok munkáját, és a gyermekek is megértik, hogy függetlenül attól, hogy hol vannak éppen, ugyanazok a szabályok és következmények vannak érvényben. A VIT segítségével a tanárok urrá tudnak lenni a negatív gondolatokon. Például, miért kell viselkedési zavarokkal küzdő gyermekeket tanítanom? A rossz szülői nevelés ellehetetleníti a tanítást. Mindent megpróbáltam, de semmi eredménye. A diákok zavarják az órát. Az efféle nézetek aláaknázzák a viselkedés tanítását. De ha a tanárok megtanulnak a problémás helyzetekhez pozitívan hozzáállni, minden megváltozik. Meg tudom változtatni a gyerekek viselkedését. A viselkedés javulását a tantárgyakhoz hasonlóan nyomon követhetem. A nevelés a tanítás része, és nem független attól. Magatartásbeli problémák előfordulnak. Ezeket hatékonyan tudom korrigálni. Mindig tudtam, hogy tanárként van még mit tanulnom. Ám úgy éreztem, a fegyelmezés mindig is az egyik erősségem volt. Amikor idejöttem és meghallottam, hogy értékelő lapot kell vezetnem és elemeznem kell az adatokat, akkor arra gondoltam, hogy nekem erre nincs igazán szükségem. Talán más tanároknak ez jól jön, én is ismerek olyanokat, de nekem személy szerint erre nincs szükségem. Bosszankodtam a sok adminisztráció és a plusz feladatok miatt, és hogy megint valami újat kell megtanulnom. Aztán belevágtam. Elkezdtem feljegyezni, melyik diákra szóltam rá. Kezdtem rájönni, hogy bár én igazán következetes voltam korábban is, de itt még következetesebbnek kell lennem, mert egységesek a szabályok, és mert így kell kezelnem azokat a helyzeteket, amikor egy diák nem fogad szót, vagy megsérti a szabályokat. Fontos, hogy a gyermek megértse, mit tett. Lehetőséget kell adni a javításra, és utána meg kell dicsérni. Amikor láttam, hogy ez hogyan hat a gyerekekre, és hogy milyen reakciókat vált ki belőlük, nagyon örültem. Először vonakodtam, és nem szívesen vágtam bele ebbe az egészbe, de mára talán én lettem a program leglelkesebb támogatója. Világos, fontos és észszerű elvárásokat kell megfogalmazni, amelyek a tanteremben és azon kívül is érvényesek. Ez vonatkozik minden tanára és tevékenységre. Fontos az elvárások bemutatása, ismétlése, modellezése és megerősítése. A hibák fölött nem szabad átsiklani, hanem meg kell mutatni, hogyan lehet azokat korrigálni. A következetesség nélkülözhetetlen. A kiszámítható intézkedések a tanár szavahihetőségét és elköteleződését jelzik a tanulók és a kollégák felé. A program része a segítő fegyelmezés, mellyel a diákoknak segítünk a saját viselkedésük korrigálásában. Én mindig megköveteltem a fegyelmet a tanórákon, de amint a gyermekek kimentek a teremből, onnantól kezdve nem voltak egységesek az elvárások. A jutalmazási rendszer és a következmények. A VIT programban a jutalmazási rendszer és a következmények egységesek. Pozitív volt a révén, a gyermekek nem érzik úgy, hogy megaláznák, vagy leszídnák őket. Igyekszünk bátorítani, és nem elkedvetleníteni őket, hogy helyesen viselkedjenek. Dicsérettel is el lehet érni, hogy jók legyenek. Látom, hogy Janet készen van, mert szépen ül és néz rám. Nagyon örülök, hogy sokan készek vagytok meghallgatni ezt a csodálatos történetet. Jól van. Most csukjuk be a könyvet. Lássuk, készen álltok-e arra, hogy elolvassuk a címet. Jól van, kezdjük. Köszönöm, hogy ilyen szépen ültök. Az ujjunkkal fogjuk követni, hogy hol tartunk. Hadd lássam, ott van-e az ujjatok. Ha egy tanuló túl sokat beszél, és én rászóltam, de még mindig nem a feladattal foglalkozik, akkor azt mondom, hogy Peter, most nincs itt a beszélgetés ideje.
Kénytelen vagyok a kártyádat zöldről sárgára cserélni. Megteszem, és megkérdezem Petert, hogy mit kellene a jövőben másként tennie. Ha nem tudja elmondani, akkor azt mondom, hogy Peter, legközelebb megmutathatod, hogy te is tudsz ügyes másodikosként viselkedni, ha szépen ülsz, és abba hagyod a beszélgetést, amikor szólok. Ezután megvárom, hogy szóban vagy fejbólintással jelezze, hogy megértette, amit mondtam. Így saját maga korrigálja a viselkedését. Ha pár perc múlva látom, hogy jól viselkedik, megdicsérem. Peter, örülök, hogy szépen ülsz és csendben vagy. Köszönöm, hogy megtetted, amit kértem. Azonnal megdicsérem, hogy lássa, odafigyelek rá. Észreveszem, hogy jól viselkedik, és örülök, hogy szépen ül. Az elsőség olyanok, hogy mindent látniuk kell, mindent ki kell próbálniuk, és meg kell tapasztalniuk. Ezért az első tanítási napon elmondom a szabályokat, és átbeszéljük azokat, hogy megértsék, mit jelentenek. Példákat hozok fel, és nekik kell rájönni, hogy melyik szabály megsértéséről van szó. El is játsszuk a különböző szabályokat. Azt, hogy valaki megsért egy szabályt. Így látják, miről van szó. Az első tanítási héten újra és újra elismételtetem velük a szabályokat, és ezekre többször is visszatérünk az iskola év folyamán. Ha többet beszélgetnek óra alatt, akkor átismételjük azt a szabályt, hogy csak akkor szabad beszélgetni, ha arra engedélyt kapnak. A tanév során többször is fel kell eleveníteni a szabályokat. Gyakran átolvassuk őket, és megbeszéljük, hogy mit jelentenek, és példákat hozunk fel rájuk. Ha egy gyermek csendben dolgozik, akkor azt mondom az osztálynak, hogy nézzétek, Krisztina, milyen szépen ráírta a nevét a papírra. Nem beszélget a többiekkel, és nagyon szépen dolgozik. Pontosan megmondom nekik, hogy mi az, amit jól csinálnak. Ezt látják a többiek, és akkor ők is elkezdenek úgy viselkedni. Szerintem nagyon fontos, hogy az iskolaév elején alaposan átvegyük a szabályokat. Ez minden tantárgynál fontosabb, mert ha az első hetekben kitapossuk ezt az utat, utána már könnyen haladunk a járt úton. Persze többször is át kell ismételni a szabályokat. Ha a gyerekek betartják azokat, meg kell dicsérni őket. De szépen végzed a feladatot, és milyen jó, hogy betartod az ötös szabályt. Ezt gyakran megteszem, mert akkor a többi gyerekre, aki nem a feladattal foglalkozik, nem kell rászólnom, hogy megszegted az ötös szabályt, tedd azt, amit XY tesz. Inkább megdicsérem azt, aki jól viselkedik, és akkor a többiek is elkezdenek figyelni, és utánozzák őt. A segítő fegyelmezést különösen a tanév elején alkalmazom. Az a célom, hogy évvégére csupán dicsérettel is hatni tudjak rájuk. Mielőtt a vittet bevezették volna a mi iskolánkban, nehéz volt. A különböző gyerekek viselkedését eltérő módon ítéltem meg. Most a következményeket is beleértve, minden pontosan elő van írva. Ez nagyon megkönnyíti a nevelést. Az egész év folyamán ügyelek arra, hogy konkrétan megdicsérjem, ha valaki jól viselkedik, és betartja a szabályokat is. Ez megerősíti azt a viselkedést, amit el szeretnénk érni. Így a helyes viselkedés egyre gyakoribbá válik. Nagyon fontos az is, hogy elegendő időt szakítsunk a helyes viselkedés tanítására. Out.